Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Te és ő szerelmi jóslás. Egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, te és ő, hogy áll a helyzet, vagy például egy másik jóslást. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt bal oldalon vannak a te képeid, ezzel szemben az övé, és középen az látható, hogy mi fűz össze benneteket. Először megnézzük a te kártyáidat. Itt látható ez a horgony. Az azt jelenti, hogy számodra nagyon fontos a biztonság érzete. Minden élet területen, ahol le tudsz horgonyozni. Ez a férfi áll a középpontban, mert vannak érzelmek, sokat gondolsz rá. Itt a kutya jelenti az ő hűségét, megbízhatsz benne. A kutya jelentheti azt is, hogy ő most még olyan barátilag közeledik, de te szeretnél vele kiépíteni egy tartós párkapcsolatot, ahol le tudsz horgonyozni. Itt van köztetek egy sors esemény. Ez lehet egy karmikus szerelmi kapcsolat is, hiszen itt látható, hogy a sors utatok kereszteződött, újra kereszteződni fog, tehát lesz találkozás. A kereszt jelentheti a hitet is, azon kívül a döntéseket, hogy elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez nem csak a párkapcsolatra hat ki, hanem a baráti körre is, hiszen a kutya a barátokat is jelentheti. Azon kívül kihat ez a döntés a munkahelyre, mert a horgony szimbolizálja egyrészt a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni, vagy jelenti a munkát, a hivatást is, hogy ott is lesznek változások. A kutya azt is jelentheti itt a közelében, hogy a barátai befolyásolják őt. És most megnézzük az ő kártyáit. Itt ez a levél vagy azt jelenti, hogy ír neked, vagy azt, hogy vannak elvárásai, és azt akarja, hogy te jelentkezz nálad. Ez a levél utalhat bizonyos szerződésekre is, adásvételi szerződés, vagy egy munkahelyi ajánlat, és ott lesznek szerződések. Itt ez a kártya jelenti az április hónapot, és áprilisban lesz egy szerencsés fordulat. Vagy áprilisban lesz egy utazás. Ez a kártya lehet egy közös utazás tervezése, vagy ha ő messzebb él, akkor lehet, hogy szeretne meglátogatni téged. Vár arra, hogy írj neki, hívd meg őt, vagy ő hív meg téged, és te utazol el hozzá. Itt találkoztok a nyilvánosságon, ő felvállal téged a nyilvánosságon, vagy ez a kártya jelentheti a megbecsülést is. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a varázsnő, ez egy varázslatos
kapcsolat, megvan a varázslatos vonzalom kettőtök között, egy szép energia, és itt lesz majd egy szerencsés fordulat. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok nektek egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!